32 év után emeltek vádat a Lockerbie merénylet egyik gyanúsítottja ellen. Az amerikai hatóságok szerint a líbiai Mohamed Massoud gyárthatta azt a bombát, amivel a Londonból New Yorkba tartó utas szállítót felrobbantották Skócia felett. A katasztrófában 270-en haltak meg, köztük 4 magyar. Ezek a felvételek 32 évvel ezelőtt, 1988. december 21-én készültek, miután a Panam amerikai légitársaság 103-as járata ellen robbantásos merényletet hajtottak végre a skóciai Lockerbie felett. A nagyjából fél kilós bombát a gép rakterében rejtették el. A robbanás pillanatában szinte azonnal megsemmisült az utasszállító. A roncsok 130 km hossza, egy nagyjából akkora területen szóródtak szét, mint Nógrád megye. A Londonból New Yorkba tartó Boeing 747-es fedélzetén 243 utas és 16 fő személyzet tartózkodott. A katasztrófát senki sem élte túl. Az áldozatok között 190 amerikai és 4 magyar is volt, köztük egy 5 éves váci kislány és a szülei. 11-en a becsapódáskor vesztették életüket a földön. A merénylettel összefüggésben még 1991-ben emeltek vádat két líbiai gyanúsított ellen, közülük azonban csak az egyiküket ítélték el. Abdelbaset al-Megrahi a tárgyalás során végig tagadta, hogy köze lenne a merénylethez. Ennek ellenére a bizonyítékok ellene szóltak, és 27 év fegyházat kapott 2001-ben. Ebből azonban csak 8 évet ült le egy skót börtönben. Végső stádiumú daganatos megbetegedése miatt 2009-ben kiengedték a börtönből és hazatérhetett Líbiába. A merénylő 3 évvel később halt meg. Az amerikai igazságügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy 32 évvel a merénylet után vádat emeltek egy harmadik líbiai férfi ellen is. A hatóságok szerint Abu Aghila Mohamed Massoud gyárthatta azt a bombát, amivel a támadást elkövették. A büntetőjogi nyilatkozat szerint Massoud készítette a bombát, amely elpusztította a Panam 103-at. A férfi együttműködött az elkövetőkkel a cselekmény végrehajtásában. A nyilatkozat azt is állítja, hogy a műveletet a líbiai hírszerzés vezetősége rendelte meg, és hogy a repülőgép felrobbantása után Kaddafi személyesen köszönte meg Massoudnak az Egyesült Államok elleni sikeres támadást. Mondta William Barr, aki a 29 évvel ezelőtti vádemelés idején is igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész volt az Egyesült Államokban, és aki szerdán távozik posztjáról. A politikus azt is hozzátette, hogy az amerikai hatóságok kezdeményezik Massoud kiadatását az Egyesült Államoknak.